Üdvözlök mindenkit, nekrokrém vagyok, jön egy kis Battlefield jön, hogyan élvezheted jobban ezt a játékot, mi a fegyverek, illetve a játékstílus közötti kapcsolat, hogyan érheted el, hogy esetlegesen a legjobb teljesítményedet hozd ki magadból, hogyan találd meg azt az egyensúlyt e, a játékban, ami neked személyre szabottan ott van, hogy miért mondom ezt, azért mert a Battlefield-eseknél emberek vannak. Olyan mérnökök dolgoznak, mert ezt mérnökök is tervezik meg, akik precízen válogatják ki azokat a fegyvereket, és azokon a fegyvereknek a virtuális valóságban megfelelő öm, hogy is mondjam öm, adatait, ugye, mert számok köze nincs a valósághoz, számok és jaj de jó, mert ez a fegyver itt tüze, az a fegyver így tüze, úgy és mindegyik fegyvert olyan precízen belövik, hogy neked ne legyen semmi milyen gondod uh, ezzel az egésszel, és, és, hogy egyre, hogy, hogy megtaláld önmagad a játék és azt, amit élvezel. Úgyhogy most erről fogunk egy kicsit beszélgetni battlefield kapcsolatban, és uh, sok dolog le fog jönni egy személyes tapasztalat, illetve észrevételre uh, ezzel játék a kapcsolatban. Szögezzük le azt, hogy Battlefield-ben uh, nem csak egyben, tehát Battlefieldben, de Battlefield egyről is, ha van szó, uh, a legnépszerűbb játékok ugye a Conquest, illetve az új divat az Operations Battlefield 1-ben, és ennek szemszögéből fogjuk leosztani a pályáknak, mivel egyrészt a többi játékmód eltörpül a Battlefield sorozatban ehhez a kettőhöz képest, vagy a conquest Conquesthez képest, és alapvetően a többi játékmódban is felhasználható ez a dolog, amiről szeretnék most itt beszélni. Nos! Lássuk csak, hogyan osszuk fel a Battlefield pályákat? Ugye Conquest-ben pontokat kell foglalgatni, és jaj, de nagyszerű. De az, az annyit már tudunk, aki hűségesen követte a videójomat, az már tudja, hogy Battlefieldben minden pont, ami a Conquest-en felelhető, egy kisebb TDM pályának felel meg a belső területe. A pont körüli belső terület egy kisebb TDM pályának felel meg. Mm. Tehát ott egy pörgős játék van. Szóval, a külső, tehát a TDM pályának, ennek a zászló körüli TDM pályának van egy külső pereme, ugye, azon a külső peremen uh, helyezkednek el a sznájperek. A sznájperek ugye azok a játékosok, akik nem nagyon akarnak ott lenni az akcióban, csak kényelmesen lövöldözni az emberkéket uh, távolról, és ezen a külső peremen helyezkednek el a sznájperek. Oké. Okay. Uh, de ez a kettő tuti, ugye? Van egy ilyen belső terület, ahol TDM-ezünk, és egy külső terület, ahol uh, a sznájperek vannak. A, ugye a rohadt idegesítő, és ott vagy te, ha belül vagy lelő a sniper, uh, kívülről, hogyha kívül vagy, akkor uh, mit tudom én, megtalál egy tank, hogyha um, bemész a TDM, akk foglalni a rás nagy közepébe, és, és akkor uh, fognak és könnyedén lelőnek, mert hogy 600 másik ember ott van, és nem tudsz mit kezdeni a káosszal. Na, és most erre szeretnék rávilágítani, hogy hogyan ural, <laughs> hogyan legyen jobb a káoszban. Érted? Hogyan lásd át a káoszt, és, és fogd meg, és, és hozd ki a legtöbbet ö, magadból. Na most nem hiába létezik az asszolt, a medik, a support és a sniper, és mindezen klasszok között egy átmeneti fegyver is létezik. Na most mire gondolok itt? tudod, valamit azért vegyél észre magadon, tehát tudd, hogy milyen fajta játékos vagy. Az a fajta játékos vagy, aki a, rász, a, aki a, a clusterfuckot szereti, aki bent szeret lenni az akcióba, aki ö, ott akar lenni, ahol a sűrje, vagy, vagy az a játékos vagy, aki Uh, egy kicsit mondjuk uh, távolabbról, de mégis az akcióban, de egy kicsit kívülről, távolabbról, de mégis ott vagy, amikor kell, mégis benyomulsz, amikor kell, az a játékos vagy, uh, vagy az a játékos vagy, aki a tipikus sniper távolról, súnyén, pif, puf, kiszedjük az embereket, spotolgatjuk a csapatnak az embereket. Tudnod kell, hogy milyen fajta játékos vagy. Ez fog hozzá segíteni ahhoz, hogy átlásd a káoszt a betölfében. Na most, mire gondolok itt? Hogyha te például az a fajta ember vagy, aki szeret benne lenni a rásban, a közepében, az akcióban, és át is látja ezt a helyzetet, tehát mondjuk, ha te ben vagy az akcióba, akkor le tudsz lőni 5-6-7 embert rögtön egymás után egy gyors kivételben, ma annyira felfogod a, a, terepet, a helyzetet magad körül, hogy, hogy látod, hogy mi történik, akkor te az az ember vagy, aki a pont körül a kis belső TDM udvarban a legjobban érzi magát, és a legjobban hozza ki a teljesítményét. Ha pörögni vágysz, akkor ott kell legyél. Akkor hiába próbálkozol a, a, a medicnek a fegyvereivel, a sniperrel, vagy a support fegyvereivel. Hiába próbálkozol, mert azokat nem arra tervezték, hogy clusterfuckban legyenek. Neked egy MP18 kell, egy automatikó kell, és ott kell legyél a közepében. Érted, amit mondok? Szóval. A következő dolog, hogyha az a játékos vagy, aki ilyen fél-agresszív, szinte aki már régóta néz engem, tudja, mit jelent nálam a fél-agresszív, amikor ott is vagy, még nem is vagy ott. Tehát a taktikusabb, amikor tényleg ott vagy az akcióban, lelősz egy kettőt, kihúzódsz a szélére, megvárod, körbenézel, visszamész, lelövöd, visszősz ez a fél-agresszív a fél-agresszív játékstílus, ugye. Hogyha te ez a fajta játékos vagy, akkor neked megeshet, hogy a medic, illetve a support lesz a te, a te, a te fajta ö, játékod, mert hogy az olyan fegyverek vannak, amelyek olyan tüzeléssel bírnak, amik ezt a játékot teszik lehetővé. Csodálkoztál már azon, hogyha ö, mondjuk asszotosként játszol, nem megy a játék, de amint egy medik fegyvert veszel a kezedbe, vagy egy support fegyvert veszel a kezedbe, már Isten király vagy. Csodálkoztál azon, hogy, hogy sniperként nem megy a játék, de amint egy ö, ö, automatikót veszel a kezedbe, ledarálod az egész pályát. Csodálkoztál, hogy ez, ez miért van? Azért van, mert olyan stílusod van, ami nem biztos, hogy megfelel arra a klasszra. Tehát, hogy ilyen fél agresszív stílusban vagy, lehet, hogy a medik, illetve a support neked a megfelelő játékot. Hogyha mondjuk egy agresszív sniper vagy, tehát agresszívan szeretsz játszani sniperről, nem biztos, hogy egy snipert kellene a kezedbe venni. Lehet, hogy egy másik, egy gépfegyvert lenne a kezedbe vegyél, ami az asszolt klasznál vagy. De és a snipereknél elég egyértelmű, hogyha az a csendes, visszahúzódó játékos vagy akkor öm, értelemszerűen sniperrel játszol. Na most viszont, ami még a lényeg, ugye, és akkor mondhatod, hogy jó, jó, nekrod, én nagyon szeretnék medikkel játszani, én nagyon szeretnék szupporttal játszani, vagy éppen sniperrel játszani, és, és meg szeretném őket tanulni, és hogyan tudnám elérni. Na most erre a kis okos emberek fogtak és csináltak átmeneti, átvezető fegyvereket. Mire gondolok ö, itt? Például átvezető fegyver az asszolt és a medik, illetve asszolt, illetve support között átvezető fegyver az a Hellrieger. Miért? Mert az nem tüzel olyan gyorsan, mint az automatikó, kicsit gyengébbet tüzel, meg kell fontold vele a lépéseidet, nem feltétlenül kell benne légy az akcióban. Érted? Uh, érted, amit mondok? Tehát egy kicsit játszhatsz medikesebben, kicsit előre, uh, mit tudom, két lépést előre, hármat, hátra, és így tovább, és így tovább. És ez egy ilyen, például egy ilyen átvezető fegyver, ami segít meg, megszokni egy másfajta játékstílust. Akkor például, jó, nekem, én most mediket szeretnék játszani, de többnyire azt vagyok, és azt szerettem, milyen fegyvert választhatnék. Például egy ilyen átvezető uh, fegyver a, a, medik és az asszót között, ahol a medikkel igazán agresszív a szót helyettesítőt játszhatsz, az, az például a, a sweeper uh, automatik, tehát a, a sweepernek az Autoloader változata, amiben van 26 gó, és automatába tud lőni, vagy cell rigotti, így is mondhatnám, de inkább a sweeper az egy átmeneti uh, 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 fegyver, amivel egy uh, igazán agresszív uh, mediket lehet játszani például és ez segíthet át ö, formálódni egy kicsit ö, mondjuk asszoltosba hogy utána az asszolt fegyverekkel az asszolt ö, gondolkodásmódot, azt a pörgőséget és a gyors helyzethez való alkalmazkodást megszokt. Ne pedig csak abba a taktikai nézetben legyél, amit egy ilyen medikkel való játék megkíván. Akkor például a supportnál ugyanilyen egy fegyver, ami, ami képes ö, ugye kicsit átdolgozni magunkat, hogy egy pörgősebb játékba legyünk, az a bár. A bár egy ilyen fegyver. Snipernél is vannak olyan fegyverek, amik gyorsabban töltenek újra, gyorsabban csinálják, és azokat érdemes megtalálni. Tehát, hogyha változtatni akarsz valamit a játék stílusodon, vagy felszeretnél fedezni új játék stílus, vagy meg szeretnéd találni a te játék stílusodat, akkor meg kell nézni, hogy milyen fegyverek, és az melyik klasszban vannak, és azok a klasszok lesznek a te játékstílusodnak, Ha meg akarsz tanulni egy új játék stílus, akkor az adott klassznak, ami a kedvenced, kiválasztod azt a fegyverét, ami lehetőséget ad arra, hogy úgy játszál, aztán majd idővel áttérsz arra a fegyverre, ami az mondjuk a abban a klaszban van, amit eleve szerettél volna megtanulni. Hogy miért, hogy miért Lényeges ez, a pálya szerkezetek szempontjából lényeges ez, mert ugye, ha van a külső zónában, ugye mindig a sniperek vannak, és a belső zónában mindig az asszoltusok vannak. Na most a medik és a support valahol a kettő zóna között, rohangál, élezgetve az emberek, itt lövöldözne. Ők ugye azok a játékosok, akik megvannak át egy kicsit taktikaibb nézetekkel, és ö, ö, átlátják a csatateret abban a szempontból, hogy hol kell mindig éppen egy kis ö, segítség. Na de viszont, hogyha szükség van rá, ö, akkor ugye a medik is, illetve a support is át tud változni egy agresszívebb játékosra, és be tud menni a clusterfagban. Nos, ö, Nagyjából ennyi lett volna, mire így szerettem volna egy kis apró tényre rávilágítani, hogy megmutassam azt, hogy. Uh, egyrészt az, hogy óvatosan már a 1 egyben, mert a pályák szerkezete is úgy van megcsinálva, hogy kényszerítsen rá, hogy benyomulja a Clusterfuck közepébe, mert ott zajlik a legnagyobb csata, de nem feltétlenül kell oda mennie. Kicsit kodosodik a Battlefield, egy kicsit pörgetni akarja a játékot, és ezért uh, csinál ilyen átmeneti fegyvereket a játékba, ezért csinál ilyen átmeneti fegyvereket a játékba, uh, ezért koncentráltatják a pályákat úgy, hogy egy pontra egy ponton legyen nagy uh, háború, de viszont, hogyha te tudod, hogy hogyan oszd el a fegyvereket magadba, és milyen játékstílusú vagy, akkor ki tudod szélesíteni uh, a játékot valahogy magadnak, hogy jobban uh, körbe, uh, körüllásd, megértsd az egész játékmenetet. És ne felejtsétek el, minden pályán, teljesen te mindegy, hogy melyiken vagy, minden pályán két rész van, ahol nagy a klasztorfák. Az első rész ugye a középen, tehát egy conquest-en az összes pont, ha pontot nézzük, az, az első nagy csata mindig és az első klasztorfák mindig középen van, illetve majd későbbiekben azokon a pontokon, amiket sikerül nektek elfoglalni, vagy az ellenfélnek, sikerül el, többségben elfoglalni. Tehát mondjuk az öt pontból, ha három az ellenfélnél van, akkor a harmadik pontnál lesz mindig a hatalmas clusterfuck. Hogyha nálatok van, akkor értelmszerűen azon a ponton, ami a legutolsó általatok elfoglalt pont, ott lesz a nagy hatalmas clusterfuck, és ott, ott, ott kezdődik meg ez a fajta játékos, amit leírtam itt az elmúlt percekben. Srácok, mit szóltok? Hogy, hogy tetszik az elmélet? Én ezt szoktam alkalmazni magamnak, és így szoktam játszani, és éppenségen mikor, melyikhez van kedvem, én az a játékos is vagyok, aki szeret benne lenni az akcióba, vagy éppen egy kicsit hátrahúzódva is, vagy éppen, hogy megnyi FPS-en van adott pályákon azt a megfelelő fegyvert, választom, és akkor úgy játszom vele, de mindenképp igyekszem alkalmazni azt a játékstílust, amire tervezték azt az adott fegyvert, és akkor többnyire, illetve legtöbbször igazából pozitívan jövök ki, egy pozitív játék élményen jövök ki uh, arról a játékról. Sajnáccok, köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozz föl, látogass el Facebookomra. Igen, az is fontos. Sziasztok!